Watch. Reality. Aqua RD. Dénesken, ez a fürdőszoba, nem vicceltem. Ez azért elég autentikus. Ilyen nincs az IKEA-ba. Pakoljunk le igényesen. Nekem olyan van, hogy még így meg is tud hajolni, látod? Kicsit megáztatom fár a lábacskámat. Az előbb már mászott rajtam egy kullancs. Anyám, remélem ezt nem hallja. Először én megmosom az arcom. Jaj, de jó az a víz. Dénesken. Eveznék, de nem bírja a karom. Eltörött az evező lapátom, kis csónakom leng a Duna vizén. De szép! Riglizni! Riglizni! Megérkeztünk Dénesken a festői tájra. Sziasztok! Véget értek a fellépések. Köszönjük Marosvásárhelynek, Kolozsvárnak, Székelyudvarhelynek, Csíkszeredának, Gyergyószentmiklósnak, Kézdivásárhelynek, hogy ilyen sokan eljöttetek, kacagtatok rajtunk. Annak ellenére, hogy véget ért a turné, mi még kettő napot töltünk ebben a kis festői környezetben, 1300 méter magasan, a Makai családnak hála. Makai Peti nagyon jó barátom évek óta, és rendelkezésre bocsájtotta ezt a szerény kis bérleményt. Meg fogjátok látni, hogy 1 kilométerre van a következő szomszéd, víz, gáz és villany pedig nincsen. Na, Déneske, készültem egy kis meglepetéssel neked, mert meghívtam egy pár barátomat. Figyelj, gladiátorosan. Follow me. I follow you. Kezdjük a mosdóval, illetve a WC-vel. A WC-vel. Alföldi. Kár, hogy a szagot nem érzik a nézők. Restroom, igen. Hát el kell úgy hesegetni a... Nem is húzták most pont le, viszont a WC-papír puha. Tehát a seggettele meg szálkával, de legalább finoman törlött ki a végén. Uh-huh. Azt nézzétek Dénes karajongóját. Aha. Valószínűleg... Mondom, hogy szeretnek, még mindig szeretnek. Itt van. Zsók Levente lemorzsolódott, egyen meg a kis 43 kilós testét, mert ő végül is Herr Direktore, már neki ma reggeltől, ugye ott, ahol jártunk az igényes művházban, neki igazgató úri kötelezettségei vannak, titkárnőjével, Elcsikenégyivel. Úgyhogy Levente, köszönjük, hogy idáig is kitartottál. Komolyan mondom, példát lehetne rólad venni, mert... Igen, de neki ez nem új, tehát ő azért mégiscsak a... Igen, ő helyi hülye. Környék gyermeke, úgyhogy nekünk lesz ez érdekes. Ez a mi kis házunk, víz, villany, gáz, fűtés nélkül, wifi nélkül. A villany odáig jött, az látható, tehát pont egy kőhajításnyira van a villany. Igen. Itt már nincs. Itt már nincsen, de ez tök szuper, ez a nomád életmód, hogy viszél gyertyázgatunk, meg petróleum, lámpa, és megérkeztek a kopasz barátaim Budapest Tápiából. Ez a mi kis teraszunk, jól érezzük magunkat. Van viszont egy helyi erőnk mára, ő Zoltán, aki nagyon jó barátunk itt évek óta, már is szólok neki, és akkor bemutatjuk a kedves nézőknek. Zigidi Zoltán a házból! Zoltán a hegyből, aki... Aki? Benyomja egy. Úgy van! Déneske, megkérlek, hogy álljál középre, vagy olyan közel Zoltánhoz. Igen. Érintsük össze szép felsőtesteinket. Ő Zoltán, Boldogfalváról a barátunk. Zoltán, mindig is tudni akartam, hogy Boldogfalván mennyire boldogak az emberek. Hát, elég boldogak. Elég boldogak. Igen, persze. Jut elég boldogság mindenkinek. Jut mindenkinek. Szépen beosztjátok, kinek mennyi. Mikó mennyi. Persze. Aha. Aki szomorú, költözön Boldogfalván. Így van. Zoltánnal ma kaszálni fogunk, én negyedik éve. Kurva nagyot fogunk kaszálni. Hát biztos. Életedben a legnagyobb kaszálás ma lesz. Negyedik éve járok ide, és akárhány nyáron én itt kaszálni próbáltam. Igen. Zoltán végül is azon csak sírva röhögött, majd egy század idő alatt egy focipályai területet lenyesett, mintha golfpálya lett volna. Most negyedéves vagyok, és azt beszéltük, hogy ma végzem. Diplomamunka van az agyuntus úrnál,
kaszálásból. Reméljük, hogy az oklevél a végén kezemben. Hát kiállítsuk az oklevelet. Most pedig tuti kaszálási tippeket fogunk adni Zoltánnal. Zoltán, szedtem neked virágot. Köszi. Itt van velünk Zoltán, kaszálási tanfolyam budapesti parasztoknak. Veszi kezdetét. Igen. Zoltán, csináltam már ilyet, de mégis örülnék, hogyha itt az elején azért tisztáznánk, hogy melyik végét... Állj, munkavédelmi szempontból azért szerintem. Mindenképp innen ilyen. Hoppá, egy kis bátorító? Egy pálinka, de megint a kezel meg. Dínoska. Veszélyes, thank you. Szerszám. Ezt otthon ne próbáljátok csak ki. Nagyon veszélyes. Ugye víz van benne, ahogy megbeszéltük. Igen, igen, Hát ez a jó. Tehát, csapunk. Hozom egy ilyeske, esetleg egy kólát is. Zoltán, ez már nem az a műsor. Zoltán, mutassuk be akkor a kasza helyes használatát fogás kedves nézőknek. Azt gondolom, hogy ez a lényeg. Az a lényeg. Az a lényeg, igen. És akkor ez meg ilyen kis izé, meg tudsz rajta pihenni. Ja, aha. Kicsit itt áll egy pálinkát, megszérülsz, meg lehet rajta pihenni. Ez a helyes használat, ugye? És csak hogy dagadnak az izmaim? Nagyon Zoltán, vigyázz, menj arrébb, mert a lábad le ne vágjam véletlenül, vagy az enyémet. Szeletálják-e növényeket? Van, amelyik szimpatikus, meghagyjam, vagy Isten igazából mindegyik mehet a levesbe? Aha. És a titok az, hogy színvonalasan, vagy mi az? Vízszintesen. Színvonalasan és vízszintesen. Hoppácska! Nézed csak! Egyet-kettőt életben hagyok, hogy el tudja mondani a többi növénynek, hogy itt járt a csávó, lekaszált, húzzatok innen, dudvák, gyökerek. Próbálok egy ilyen Pataki Attilás gabonakört akkor. Ufonauta. Kör közepén állok. Körbevesznek jó barátok. Apróra vágjuk a petrezselymet, mint Stály Judit. Ezen már golfozni lehet, Zolikám. A tények magukért beszélnek. Tehát ez le van kaszálva. Na nézzük akkor a... Elvileg egy kicsit. Nézzük az édes. A jászárok szállási mérnök urat. Jaj, aha. Na ez az egy, ez már buka. Igen, két egyese van már neki, tanár úr, én láttam. Nézd csak, mert ő fel is ássa közben. Úristen, de paraszt vagy. Harmadszorra. Nem tudod egy csirkét sem megpucolni, tiszta gáz. Nem. Hát azzal a kicsit csöndörgés, meg azzal a nagy nyelvvel. Hey, DJ, spin the shit. Ennyi sör után, nem is tudom, hogy vagy képes ilyenre. Kaszad meg kinyom fel. És csak Zoltán, gyere erre, mert akkor itt lenne sikerélményed. Oly. Azt nézd, elkapta. Ráförgött. Hogy mondom, hatékonyabb egy fokkal, nem? Egy kicsit igen. Jaj, nem rólad beszélünk, Zoltán. Csak úgy általánosságban Zoltánokról. Hallottam egy ilyen népszokást, hogy csalánnal kicsit meg kell csapkodni a füled mögött, aztán jobban megy. Kedves nézőink, mielőtt lefogyna a lábfejünk, befejezetnek tekintjük a kaszálást. Zoltán, megkapom-e a diplomámat, oklevelemet? Megkapod. Kiállítsuk most. Köszönöm szépen. Amúgy mi újság van, Tomikán? Minden rendben. Full alkoholist vagyok, pánik, vagy te klaustrofóbiás, meg van egy-két dolog, meg van egy kis nyugdíjam. Én itt találtam egy családra itt a székelyek közt, nem rúgnak belém, nem szólnak le, de kiasználnak. Ja, kiasználnak. Nem fog fájni, ígérem, Zsolti bácsi. Tudni kéne a számcímeket, azt nem lenne ilyen probléma ebben. Zsolti bácsi beszopott egy fogadást. Elválasztjuk a hajától. De csak itt, tehát igényesen fogom hagyni, hogy tudjon még lemenni meginni egy kávét. Mi volt? A tankcsapda. Zsolti bácsi, minek köszönhetjük itt lételet? Vesztettem egy fogadást. Mégpedig. Nem tudtam a számnak a mennyország turisztnak, amit mindenki tud. Egy szót elrontottam. Szerinte a szívedbe száll a penge, én meg arra fogadtam, hogy szívedbe szalad a penge. De lehet, hogy nem vagy gyenge, igen. De a szívedbe szalad a penge. És most a hajába szalad a penge. Pont ezért. Na Zsolti bácsi, én azt mondom, hogy nem kell megijedni, hanem inkább örülni kell, hogy ilyen biztos kezekben vagy, szakavatott profi kezekben. Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szívedbe szalad a penge. Jaj, de szép, jaj, de szép. Jó lesz. Majdnem megkívántam. Ú, mántele van, leállunk. Na, szerintem megvagyunk. Lemerült az a helyzet. Tegnap a seggem körül szedtem szét kicsit ott a, tudod, amikor ilyen, ott a kaka rászárad, jaj, ez borzasztó. Ezek a, mi az, paksi mogyoró, igen. Szerintem Zsolt, a szemüvegtől meg kellene válnunk. Egy darabig. Figyelj! Ne is vegyed vissza, amikor tükörben nézd. Figyelj, ez egyre szarabb. Isteni lesz. Ha minden kötél szakad, letolom az egészet, és akkor biztos, hogy nincs baj. Nem biztos. Mert akkor nem fogsz hülyén kinézni. Hát az a baj, hogy mindig egy kicsit feljebb kell jönnöm, mert beszalad. Nem vagyok azért tehetségtelen. Szuper. Ilyen szerzetesre. Körbe.
Figyelj, itt mi a teendő most? Hát, ide érkeztünk. Hagyd meg, ezt hagyd meg. De akkor ezt leszedhetem? Mert akkor így nincs szimetria. Legalább a fülektől. De nem fülig volt mondva, hanem oldalt be. Ó, de majd szépen haladok, ne szarjál. Ha, jaj, de szép. És a szakákát meghagyjuk, úgy meg különösen szép. Hallod, a csajok pisíni fognak utána, de more. Hogy előre jön ide a hajad a homlokodhoz? Mindjárt meg is szüntetem. Nem. A szemre adok, mert vigyázz, bazd meg. Nem kell az oda. 1500 forint lesz. Kész? Ne. Mi volt? Attól függ, mennyire akarsz hülyén kinézni. Nem, egyre jó, várjál, maradjál, vicceltem. De legalább nyírd már össze. De az lesz, most jön az. Emel ki az izét, emel ki, ne kapjon nagyot. Igen. Itt ezt úgy nyírd már. Egyenig. Jó lesz. Azt fogod mondani, hogy Ádám, idáig ezt a képességedet hol rejtegettem? Beiratkozol jövő héten is. És úgy is tudom csinálni, kedves nézők, hogy nem nézek oda. Hát, nem, még a bal oldalon egy kicsit több van. De hogy is, nem ferdem. Meglátom a szemüvegbe azt a mocskot. Nem ferdem. Levetted nullára? Dehogy vettem meg, hülye vagy? Szerinted lenne haját, ha levettem volna nullára? Most is. Hát oké, de hát az a lényeg, nem a hajvágásnak, hogy ne tudjon a haj. Mert mindig elcseszem, és akkor menni kell még egy kör. Ez neked rosszabb, mert egyre kevesebb marad. Super sexy! Dragi drúzia, spasiva! Stom, to fodrászotom, Ádámom kisom! Bohém, nem kell félni! Bohém! Igen, ennél már azért történtek rosszabbak is emberekkel, szóval. Nem a lábadat vágjuk le. Jó, azért ijesztő, mert fehér ott a bőröd, mert ott nem érte még nap. De mondom, egy pár nap. Pár nap, igen. Most őszintén, hölgyeim és uraim, hát most ilyen volt, ilyen lett. Hát mi ezzel a baj? Oké, fent meg van hagyva, lent le van vágva. Mondjuk a szakál is ijesztő hozzá. Akkor mehet? Mi? Kis csinosba, igényesen, megpörkölöm még itt a végét. Úgy. Rajta van az a fej egyáltalán. Nem látod, hogy mekkorára van téve? Most van az egyenlítés. Zsolti bácsi. Ilyen a tankcsapda. Mehetsz a mennybe, turiszt. A Vámház körút 9-en nyírok embereket, szívesen tovább. Nem, szerintem azt menjél a patakba, ott a fürdő. Hát ez tök jó, nyár van. Nyár van? Igen. Úgy nézek ki, mint egy jégkorszakból a mamutban. Hát ez a lényeg. Hát tanuld meg a dalszöveget, azt utána pofázzál. Azt a rohadt teget. Nekem tetszik. Zsolti, akkor jövő héten jössz? Habdaljer, nem kell? Hozzátok a medvét akkor kifilézve. Így van, talpat külön. És akkor Tomikám, hát ez a tiéd akkor. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, vedd fel. Húzd fel szépen, igényesen. Neked a nevedet nem tudtuk ráírni. Emmes. Mi ott a tinta? Medvéről hallottál? Ja. Kézzel el, viccen kívül jött itt üvöltözve egy csávó Dacia-val sikítva, hogy barna medve. Még mondtuk, hogy ja, nyilván, és közben meg tényleg bocsokkal, kettővel ikrek. És az a probléma, hogy nincs puskánk, 1 kilométerre van a következő szomszéd, nincs térerő, és a bocsos medve anya a legdurvább, tehát az ilyen Tyrannosaurus Rex kategória, ilyen kis vékony kacsókkal széttép. Viccen kívül, Tomi, mondd el, mit láttál, gyere! Gyere, Tomi, helyi turista. Ő látta, hogy a szomszéd kiabálja, hogy medve. Jön a medve, akkor menekülni kell, főleg a bocsos medve. Nagyon durva. És már itt kesejük is köröztek, szóval félelmetes éjszakának nézünk el, éve Tomasz. Drakkaris! Tomás, hol hagytál azt a dobozgyufát, amit kerestem a múltkor? Azt amúgy tudod, hova tetted? Na? Ott van a sezony, mert siponévelt a kredencen. Tartsatok velünk! Begyőztök-e? Köszönöm!
Erdélybe. Szálljon el, már úgy elviszi, többet nem jön vissza!